Köszöntele benneteket húsvét napján az angyali köszöntéssel. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki feltámadt ami mi megigazulásunkért. Amen. Imádkozzunk! Feltámadt Krisztus, áldjuk a Te szent nevedet, mert újra ünnepelhetjük a Te csodádat, azt a csodát, hogy az atya nem hagyott a sírban, a halálban, hanem dicsőségesen feltámasztott. Köszönjük Húsvét csodálatos ünnepét, a természet megújulását, mely egyben talán a hitünk ébredését, megerősödését is elképezheti. Köszönjük, hogy megújult rajtunk kegyelmed és hűséged. Úr Jézus Krisztus, magasztal téged néped ezen az egész földön, és magasztalunk mi is, mert legyőzted a halált, megtörted a kárhozat erejét, és megszerezted számunkra az örök életet. És biztos reménység töltheti be a szívünket, mert tudjuk, hogy most is kedvesen fogadod a te előtted való elcsendesedésünket. Köszönjük, hogy bár most nem templomban, nem gyülekezeti istentiszteleti közösségben, de mégis ünnepet szentelhetünk, találkozhatunk veled, és élhetünk a te áldott igéddel. Köszönjük mindazokat, akikkel most mégis együtt közösségben ünnepelhetünk lelkileg. Urunk, nem vagyunk méltók arra, hogy közösséget vállalj velünk. Nem vagyunk méltók, mert megterhel a bűn, és érezzük, hogy méltatlanok vagyunk hozzád. Te az élet győztes ura vagy, mi pedig olyan sokszor a reménytelenség és a halál népeként éljük a mindennapjainkat. Ezért kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Küld el hozzánk is a te szent lelkedet, hogy ő legyen a vezetőnk és világosságunk. Áld meg igédet, tegyél minket engedelmes gyermekeiddé, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk a te örök életbeszédednek. A szent lélek segítségét kérve. Amen. Olvasom a húsvéti történetek közül azt, amelyiket János Evangélista írt meg a 20. fejezet 19. versétől a 31. eredő versekig. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtó zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: Nyújts ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet! Nyújts ide a kezedet, és tedd az oldalamra és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Este volt. A tanítványok összegyűltek. A Magdalai Mária által küldött üzenet hozta össze az addig szétszór tanítványokat, akik félelmükben zárt ajtók mögött voltak együtt. Féltek, hogy mesterik után ők vannak soron. Féltek, hogy a népvezetői őket is kivégeztetik. Ezért voltak az ajtók zárva, mert féltek. De mégis bátorságot merítettek a jó hírből, hogy Jézus él. És ekkor hirtelen meglátták Jézus középen állni, aki az árt ajtók ellenére hirtelen megjelent közöttük, és ugyanazzal a köszöntéssel köszöntötte őket, amelyel a szenvedés és a halál előtt elbúcsúzott tőlük, békesség nektek. Ez a köszöntés azt jelenti, hogy Isten óvjon meg minden bajtól, és Isten ajándékozzon meg minden jóval. Az Isten békessége, öröme legyen veled. És miután ezt a békességet meghirdeti nekik, és szavaival megnyugtatja őket, megmutatta azokat a jeleket, amelyeket a szenvedései okoztak, amelyek által békességet szerzett. Látták a szegek nyomait, látták a dárda okozta sebb helyet. adta, hogy ő az, aki szenvedése és halála előtt velük volt. A tanítványok szívét betöltő fájdalom, mindezek láttán, a szomorúságuk örömre változott. Öröm töltött el a szívüket, hogy valóban az Úr van ott. Az történt, amit előre megmondott, feltámadt a halálból. A feltámadt Úr ma is a keresztények örömének a forrása. Jézus ígérete beteljesedett, az elvállás nem örökre szólt, mert itt van és él, és köztünk van. A feltámasztott Jézussal való találkozás nem merül ki az egymásnak való örvendezésben. Jézus megismétli minden jó és üdvösséget ígérő szavát, békesség néktek. Háromszor is hallhattuk az előbbéke szakaszban, amely békességet jelent Istennel, békességet jelent egymással és a környezetünkkel. Krisztus békességet szerzett a kereszten kiantott vére által, Ahogyan Pálapostól a Kolossi Gyülekezetnek írja, hogy ő általa békéltesse meg mindent magával, békességet szerezvén keresztjének vére által. És hogyha Istennek elég Krisztus vére arra, hogy megbékéljen, akkor legyen elég neked is, és nekem is. És akkor jöhetnek külső nyomorúságok, gonosz ellenséges emberek is, ekkor is csak a hit segít a bizalom ő benne és az ígéreteiben. Hogy a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Mert ő mondta, hogy nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Azért mondhatjuk bizalommal a Zsoltár együtt, hogy az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem. Jézus Krisztus ma is meg akar jelenni. Meg akar állni életet középpontjában, ahogyan ott egykor abban a szobában a tanítványok között. Azért van sok nyomorult napunk, sok idegességünk, félelmünk, veszekedésünk, azért van szomorú életünk, mert nem az Úr Jézus van a szívünk, a házunk közepén, a családunk középpontjában, hanem a félelem, az önzés, a csüggedés, a harag esetleg Isten gyalázó szavak vagy gondolatok. Így hát ne csodálkozzunk, hogyha nincs boldogság a világon. Ma, amikor ideológiai háború zajlik, amikor sátáni indítatású mozgalmak akarnak uralomra törni, ma, amikor veszélyben a bibliai családi érték, ma, amikor a nemi identitás megkérdőjelezhető, vagyis mindezeken keresztül óriási támadás keresztüzében élünk, és amiatt sokszor bevallom őszintén én is elkeseredek és aggódok, és kérdezem, hogy vajon mi következhet még ezután, akkor olyan jó, hogy Jézus husvéti köszöntése nekem is üzen, hogy békesség néktek. És ezt ő kínálja. Ez a mi kincsünk. Ezért szeretjük a templomunkat, a bibliánkat, a gyülekezeti vagy testvéri közösséget, és éppen ezért hiányzik most annyira, mert itt várjuk Jézust, aki belép a félelmek, a harcok, a fájdalmak, a betegség a gyász idején, és még mindezek közepette is ezt mondja, ezt üzeni, ezt kínálja, hogy békesség néktek. Ha azt akarod, hogy szép és igaz életed legyen, akkor ne csak a templomban engedd középre Jézust, hanem az otthonodban is ahol előveszed a Bibliát, a Szentírást, és olvasol belőle, mint egykor a régiek, akik képesek voltak több ökör áráért is megvásárolni, amivel a családfő felolvasott, majd a családtagjai közösen imádkozták az úri imádságot és zsoltárokat énekeltek. Éljünk otthon is úgy, hogy Jézus Krisztus álljon a középen, hogy mondhassa sok fájó, összetört szívű embernek, ma is, neked is, nekem is, hogy békesség nektek. Jézus nem idegenek ajtaján ment be, hanem az őt keresők, az őt várók, az őt szeretők ajtaján, akik örültek, amikor Jézus megállt ott a középen. Mert érdekes, hogy nem a tanítványok keresték meg, és nem ők állították középre hanem Jézus kereste meg őket, és ő döntött úgy, hogy oda megy hozzájuk. És a tanítványok mennyire örültek ennek. Jézus a te életedben is a középpont akar lenni. Ha örülsz neki, és engeded őt oda a középre, életed középpontjába, akkor neked is békességed lesz. Akik pedig megkapták ezt a békességet Jézustól, azok érzik, hogy nem tarthatják meg ezt, hanem tovább kell adniuk. Hogy a másik is megtapasztalhassa azt a csodát, azt a mindenek felett való békességet. Ezért küldi el Jézus őket, hogy menjenek és vigyék, adják tovább ezt az örömhírt, hogy ő ma is él. A tanítványok tehát megbízást kaptak. Megbízást kaptak akkor, amikor kiküldte őket kettesével, szinten az ő békességével jártak, és és most is arról beszél, nekünk is, amint nekik is, hogy ahogyan őt küldte az atya, úgy küldi ő is az ő embereit, az ő gyermekét, az ő tanítványait. Jézus szegény emberként jött a világba, úgy jött, mint szolga, megüresítette magát, gyönyörködött abban mégis, hogy az atya akaratát teheti. Azonosult az emberrel teljes mértékben. Mindenkivel jót tett, mindenben olyan volt, mint mi, kivéve a bűnt. Mindent a Szent Élek vezetése szerint tett. Célja pedig a kereszt volt. Most pedig azt mondja a tanítványainak, hogy én is aképpen küldelek titeket. Úgy, ahogy én jöttem, úgy, ahogy én szóltam, úgy, ahogy én is a Szent Élek vezetése által éltem, és a célt láttam magam előtt. Úgy küldelek titeket is. Vagyis a tanítványoknak az Úr Jézus munkája alapján kell végezniük tovább azt, amire most megbízást kaptak. Ennek a végzéséhez Jézus a Szentlélek segítségét kínálja. Feladatuk nekik és nekünk is, ahhoz, hogy el tudjuk végezni, felfegyverez bennünket. A jövőben teljesítendő küldetésünkhöz, amellett, amit Jézussal töltött idő jelent, jelentett, a kívülről és a felülre jövő mennyei ajándékra van szükség. Arra a lélekre, aki hitelesíti, érvényesíti és alkalmazza mindazt, amit Jézus tett. A Szent Élek közlése által nyerik el a bűnbocsánat hirdetéséhez, vagy éppen annak a megtagadásához a felhatalmazást. Énekeljük, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat de ő feltámadt, és van bűnbocsánat. Van-e merszünk megbocsátani a vétkezőnek? A tanítványok nem a világ fölött való ítélkezésre kapnak felhatalmazást, hanem arra, hogy hitet ébresztenek, hogy gyülekezetet építsenek, és abban hivatásukat teljesítsék. A szolgálatunkhoz, a küldetésünkhöz szükséges a békesség mert békekövetségben járunk. Azt mondja Pál Lapostól a Korintusokhoz írott második levél, ötödik részenek huszadik versében, hogy Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, hogy béküljetek meg Istennel. A békétlen ember vajon mit mond ennek a békétlen világnak? A szolgálatunk elvégzéséhez tehát szükségünk van, a Szentlélek erejére is. Ezt kapják meg a tanítványok, amikor Jézus rájuk lehel. Jézus lehelete akkor is és ma is erőt ad a feladataink elvégzéséhez. Erőt ad küzdeni, erőt ad szeretni, erőt ad Krisztusért élni, áldozni, hűségesnek lenni, továbbadni, odaélni a másik elé Krisztus békességét. Isten segítsen meg téged is abban, hogy ezt a Krisztusi békességet, az ő leheletét, amelyet egykor a tanítványokra lehelt, közölve, adva nekik a szent lelket, érezd mindig, és ezt a leheletet ad, és tud továbbadni gyermekeidnek, unokáidnak, hogy ezzel a lehelettel, mindennel képes legyél megvívni a harcot az örökkéval Isten kegyelméből. A felolvasott igében hallhattunk még Tamásról. Tamásról, aki szerette Jézust, és, és meg akarta őt védeni a Jeruzsálemi eseményektől korábban. Amit, ami Jézussal történt, annyira megtörte őt, hogy teljesen egyedül akart maradni a fájdalmával. Ezért hiányzott a tanítványok köréből először. És talán te is tudod ezt az érzést, én is, hogy a bánat, a fájdalom az nagy kísértés tud lenni arra, hogy az ember mindennel és mindenkivel szakítson, legalábbis egy időre. A többi tanítvány bizonság tétele Tamás számára nem sokat jelentett. Hiába mondták, hogy láttuk az urat, ugyanolyan rezignáltan fogadta. Mert neki látható, megfogható bizonyíték kellett Jézus feltámadásáról. És milyen csoda, hogy Jézus az ő kedvéért egy héttel később ismét megjelenik a tanítványoknak. Akkor, amikor Tamás is velük volt. És ismét csodálatos módon lépett be. Megint, megint így köszöntötte őket, hogy békesség nektek. És ez a köszöntés Tamásnak is szólt. Majd ezután a köszöntés után magához hívta, hogy bizonyítsa feltámadásának valóságát. Felszólította Tamást, hogy tegye kezét az oldalába, a dárda ütötte helybe, és az ujját a tenyerébe, vagyis kész volt alávetni magát Tamás feltételeinek, hogy ne maradjon hitetlen, hanem legyen hívő. Tamást olyan élményben részesítette a feltámadt úr, aminek következménye hitvallás lett megszégyenülten kellett felkiáltania, hogy én Uram és én Istenem. Vagyis ezzel Tamás elismerte Jézus istenségét a sebek által, amelyeket látott. És az ő hitvallása hirdeti, hogy a feltámadt Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Vagyis Tamás a feltámadottban meglátta Urát és Istenét. Jézus pedig elfogadta a neki szóló imádatot. Ha csak ember lett volna Jézus, akkor vissza kellett volna utasítani ezeket a szavakat, de nem tette, mert ő valóban az Isten fia. Tamás hite látáson alapuló hit volt. Ezért boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És azzal záról ez a rész, hogy sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szemmel láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Vagyis a hitre jutás lehetősége adott. Az ember boldogsága és boldogulása ezen az úton biztosított. Ha Isten mond valamit, megtiszteljük azzal, hogy elhisszük azt. De tiszteletlenek vagyunk iránta, hogyha további bizonyítékot igényünk. Hinnünk kell azért, mert ő mondta. Az evangélium célja, hogy az élő Úrhoz vezessen, az örök élet részesévé tegye azt az embert, aki elveszítette szeme elől az életre vezető utat. Hitre szólít hitet ébreszt, hitben tart meg, mert aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, az részesedik az örök életben. A benne való hit az örök élet elnyerésének a feltétele. Van-e örök életed? Jézus az igazi messiás és az Isten fia. Hiszed-e ezt? erősítsen téged a feltámadás ünnepe is ebben a hitben, légy az ő gyermeke, engedd őt életed középpontjába, hogy legyen élő hitedő benne, lehess Krisztus gyermeke, hogy légy örömmondó, béke követ. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan különleges dolog az, hogy te több ezer évvel ezelőtt beléptél a tanítványok közé, és békességet hirdettél nekik, és nekünk is ma. Különleges, hogy mi csak egyszerű, hétköznapi emberek vagyunk, és mégis ismerhetünk téged. Mi okoztuk a halálodat azzal, hogy nem figyeltünk rád, és te, miután meghaltál, feltámadtál, és a barátunk akarsz lenni szinte hihetetlen, hogy te jössz. Köszönjük, hogy te tényleg minden akadályt elhárítottál azért, hogy eljuthassunk te hozzád, és békességünk legyen. Különleges érzés mindet, és talán nagyon ritkán gondolunk bele, de most, hogy a te ígéd szava erre figyelmeztetett, szeretnénk megköszönni neked mindezt. Azt, hogy vállaltad a halát, de mégis élsz. Azt, hogy nem rejtőzöl el előlünk, azt, hogy a Te igédben újra és újra felfedezhetünk. Azt, hogy élni akarsz mi velünk és mi bennünk is. Köszönjük, Uram, hogy ezen a húsvéton, ha nem is együtt, hanem most külön-külön, de örülhetünk, szeretetben és békességben lehetünk. Köszönjük, hogy már nem kell félnünk a haláltól, mert ahogyan te legyőzted azt, ha veled vagyunk és maradunk, akkor mi felettünk sincs már hatalma annak. Könyörgünk továbbra is a szenvedőkért, a betegekért, a gyászolókért, az őket ápolókért. Könyörgünk családokért. Kérünk, hogy állj mellettük, erősíts bennünket. Adj hitet, adj reménységet te benned. Könyörgünk, Urunk, ezért a világért. Könyörgünk azok, azokért az ideológiákért, amelyeket most a sátán megragadott és azok által támadni akar segíts, példát mutatnunk, hogy az az igazi érték, amely belőled fakad, hogy téged tudjunk odaélni a másik elé. Kérünk, hogy fogad kegyelmesen ezt az imádságot is. Add, hogyha, add, hogy a, a hála, hogy betölti most a szívünket, az töltse be egész életünket is. Krisztusért kérünk. Amen. semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.